Hát itt soha nem volt könnyű az élet ezekben a kicsi hegyi falvakban. Elég nehezen éltek itt az emberek. Nehéz munkával tudták megteremteni a mindennapi betevőt. Szép is és nehéz is. Egy két szóval tudnám kifejezni. Nehéz, mert ugye messze vagyunk mindentől. Előrekszik a falu, Isten igazából csak magunkra számíthatunk, de viszont nagyon szép, mert nagyon szép környezetbe élhetünk. Mihez képest nehéz az élet? Hát a vidéki Magyarország az nem egy egyszerű eset, szerintem. Ez a régió, ahol mi lakunk, itt Nógrád megye, itt a hegyek, igazából ez embert próbáló környék. Tudni kell, a falu létszáma az olyan 80 fő körülbelül, annak a 80%-a 70 év fölötti, tehát mindenki idős, és ugye elég nagy az elhalálozási arány is így. Minden második ház szinte üres. Nem egy olyan nagy perspektívikus kilátások vannak. Hát ebből adódóan, hogy igen, el van. Tehát kb. 80-100-an élünk a faluban. Ezeknek a nagy része, 80-100 főnek a nagy része az idős ember, tehát 65 év fölöttiek. A fiatalok, azt hiszem, ilyen 5 család van itt, akik gyereket vállaltak, és itt a faluban nevelik a gyerekeiket, és esetleg a munkájuk az ide köti őket a faluhoz. A nehézségek azok pedig azok, hogy tehát a temetések azok lényegesen nagyobb számban vannak, mint a lakodalmak, vagy a gyerekszülések, és az ebből adódó problémák azok szerintem egy ilyen, én úgy gondolom, hogy egy ilyen 20 év múlva igen tragikus helyzetet fognak itt elüdézni, abból a szempontból, hogy a falunak a képe, a falunak a lakossága egyáltalán, hogy itt ki fog talpon maradni. Tehát ez valóban élő probléma. Hát én szuhai lakos vagyok, és a férjem ő mátraalmási, és ugye ide jöttem férhez, ide költöztem ki. Van két kisgyerekem, akiknek nagyon-nagyon nehéz itt az élet. Ugyanis a faluban hát 8 gyerek van. 8 gyerek van összesen, a 18 éven aluli. 8-18 éven aluli van, ez ugye ilyen szétszóródott korosztály, ami igen nehéz ebben az szemszögből is nézve, mert ugye nincsen nekik játszópajtás. Igazából ez világ életében egy ilyen szegényes, egy hegyi falu jelleget öltő, hegyi falu életét élő közösség volt. 70-es, 80-es évektől pedig nagyon keményen folyik az elvándorlás, és hát ebből adódóan pontosan azok az erők mennek el a faluból, akik a megújulásra készek, akik az akcióra készek, akik igazából a falu életét meghatároznák. Azok az emberek itt nem nagyon találják meg a lehetőségeiket, és máshol. A környező kisebb városokban akár, de hogyha messzebb nézünk, akár a fővárosban is nagyon sokan elszármaztak innen tőlünk. Nagyon sokan vannak a barátaim közül is, régi iskolás társaim közül is, akik egyik percről a másikra ugye elmentek. Leginkább a jobb munkalehetőség. Hát, mint ugye ilyen kis településeknek a sorsa, az ugye itt nincsen gyakorlatilag semmi. Tehát ami mondjuk úgy, hogy ide kötné az embereket, vagy nem volt semmi, inkább így mondanám. Ugye van egy pici bolt, már kocsma sincs, az is bezárt, nincs posta, nincs iskola, nincs orvosi rendelő, csak mint hetente kétszer van itt egy 2 óra hosszát van itt egy orvos. Tehát tényleg ez egy, mondjuk ugye a mostani, hogy mondjam, értelemnek vett civilizációtól meglehetősen távol levő kis település ez, hát de pont ez benne a szép, és pont ez benne a jó, én pont ezt szeretem benne. Egyszer eljöttünk erre Rudolf tanya fele, aztán nem mondom, vezet az út továbbra, és azt itt a kocsma előtt kikötöttük. Szóval bementem a kocsmába, mondom, hogy sőt, már csak megiszok. Bemegyek, hülyeségből, nincs egy ház itt eladó. Hát ez a patakpart olyan mocsaras volt, mint a szar, ha én ide 200 talicska követ ide nem raktam le, de most egy kicsit gazos, nem néz ki szépen. Csatornáztam. Jött a fasz, én elmentem, kiválogattam a köveket, egy kanállal idehozott a partra, nekem fizettem egy sört. Én meg ottan beraktam azt. De aztán még egyszer szóltak is, hogy azóta se dőlt el ki a patak, hogy a vízműjé vagy a falué. Én aztán önállóan birtokba vettem. A posta az úgy működik, hogy minden nap jön egy postás hölgy a déli busszal, és a buszmegállóban várják az idősebbek a postás hölgyikét, és akkor ott esetleg fel tudják adni a csekket, a levelet. Szuháról jövök, napi 5 órában, és hát végül is járom a házakat, mert itt nincs postahivatal, hogy ahová le tudnánk telepedni. A faluházba télen oda hozzák majd a leveleket, csekkeket. A boltba is leszoktak csekket adni, ott is segítenek összegyűjteni. Az orvosi ellátás minden csütörtökön délután működik, teltházza. Van egy kis orvosi rendelőnk, és ott ez az épület, amiben én dolgozok, ahol van az élelmiszerbolt, ugye ez egy hatalmas nagy épület, hozzáteszem eladóépület, aminek az állaga nem igazán megfelelő. Fizetem a bérleti díjat, havonta 40 000 forintot, lassan ott tartok, hogy tehát nem fogja kitermelni, és nagyon gondolkozok, hogy december 31-e én is becsukom a boltot. Mátraalmáson a központi szerepet tölti be a kis élelmiszerbolt, ugyanis az emberek ugye nem nagyon szeretnek várni, aztán amikor jön a postás, ugye előtte lejönnek, bevásárolnak, a csekket ideadják be. Ez ugyanígy működik a gyógyszeres járatnál is, ugye nem lehet kiszámítani az időpontot, hogy éppen a gyógyszeres járat mikor ér ide, ezért itt hagyják a boltban, én adom a gyógyszeres járatnak, és akkor ide is hozzák vissza. Itt van a ravatalozónak a kulcsa, itt tároljuk, hogyha esetleg valaki, ne adj Isten, meghal, akkor, és ugye jön a halott szállító, akkor itt keresi, már mindenki tudja, hogy itt keresi a kulcsot. A faluháznak a kulcsát is itt tároljuk, hogyha esetleg akármi történik, akkor itt be tudjanak menni. Tehát mindennel foglalkozunk, mert sajnos Mátraalmáson kell, hogy mindennel foglalkozzunk. A tőzsgyökeres almásiakban, az idős emberekben, a jelenlévő mátraalmásiakban nem látom azt a generáló erőt, nem látom azt az erőt, hogy itt ezt a falut képesek lennének megújítani. Az aktív dolgozóknak a száma, tehát én nem közmunkásokról beszélek, aktív dolgozóknak a száma az 10 alatt van, akik valamilyen szinten bérből, fizetésből élnek. Még egyszer mondom, nem a közmunkásokról beszélek, vannak sajnos közmunkások is, de az aktív dolgozók száma. Itt igazából, amit most látok lehetőséget, az erdő. Az adottság, a falunak az adottsága az, hogy az erdő közelsége az itt van, az erdő adja a megélhetést. Én személy szerint erdészeti vállalkozásom van, mégis ezt a vonalat lovagolom meg úgymond, tehát ebben láttam a vállalkozásomnak a fölfejlődését. Mátraalmás környékén egy közel 1000 hektár erdőterületet kezelek. Hát ugye a munkánk az nagyon összetett, ugye áll a fakitermelésből, a erdő ápolásból, vadászatból, a fának a kereskedelméből, mármint a faanyag eladásából, nagyon sok rétű, de hál' Istennek változatos. Az erdők közé települt Mátraalmás az egykori Szuha huta lakói főként famunkából éltek. 1955-ben a filmforgatása idején már egyedül Stork István értett itt az ácsolt ládák készítéséhez, ehhez az igen régies, középkori munkamódszer szerint folyó munkához. Feldarabolás előtt helyenként le kell kérgezni a fát, hogy hasításnál látni lehessen a szál irányát. A deszkák hosszát arasszal méri ki a mester. Felesége segítségével fűrészeli le megfelelő hosszúra. Levágják a fatörzs nehezen megmunkálható középrészét, a fabélt. hogy megnézték, hogy hol van benne egy kis repedés, mert az ilyen nagy falban már van. Például ebbe van, akkor ebbe beletették a fejszéjüket, és az a baj, hogy nekem most nincs olyan méteresen, olyan rajtöttek, de ékeket csináltak, tehát ahol meg volt már repedve, tehát faéket tettek bele, és akkor ékek segítségével repesztették, tehát egyik végén vetették, és ahogy hasadt, a következőt rásegítésre mellé tették, és akkor felvártva. Annak idején az osztrák-magyar monarchia részből hozta ide az embereket, és mivel itt hegyvidék volt, erdő, tehát tudták, hogy fában van bőség, hogy faszenet lehet égetni, hamuzsírt lehet, és akkor ez megvan, akkor hozzávaló homok, archomok, és akkor abból lett üveget. Végig hutak voltak itt Pásztótól végig. Kiskalitás huta, Egyház huta, Ötház huta, Kis huta, és akkor ez volt Szóa huta, és utána tehát tovább mentek kelet felé, akkor volt a Parádó huta, tehát az üveggyár, tehát ami ott van, tehát mi úgy emlékszünk, hogy annak idején, amikor ez megszűnt, tehát ez tovább ment, és innen került oda. Mivel nem volt munkalehetőség, és a fa itt volt helybe, tehát faszínégetéssel, fakitermeléssel, és akik már nem tudtak úgy elmenni, faszerszám készítéssel foglalkoztak. Mennyasszonyi láda vagy kerengye láda volt, a szög nélkül készült itt. És azon kívül, ami a házszártásba kell, minden, tehát az összes fából készült szerszám nyelet itt meg tudtak csinálni. Végigmentünk a fél megyén, míg el nem fogyott, és minden faluja megálltunk, és akkor jöttek és vásároltak a szerszám nyeleket. Ezeket a nyeleket csak itt csinálta. A kis székeket, ja, itt nincs most, kivittem, tehát kis széktől, nagy széktől kezdve, tehát azokat is mindent itt csinálta. Javarész bükkből, mert mondjuk abból volt a legtöbb, gyertyámból, juhar, hárs, hát hogyha, tehát itt ilyen hegyeken éltünk, kőr is. Elő van készítve fejszenyélnek, tehát ezt valamikor így fölhasították, és fejszével kinagyázták, és utána bejöttek a műhelybe, tehát, vagy kint nyáron, és akkor vonókés fogtak, és akkor a többit vonókéssel, és a gömbő részét pedig ilyen kézi gömbőítővel csinálták. Tehát, beletették a vonószékbe, tehát ezt kézzel lehetett szabni, a kézzel fogta meg, ott, ahol kell, és akkor ezzel dolgozta végig. A felesleges részeket, hogy gömbő legyen. Késsel ki volt már annyira, hogy tehát sima volt, akkor az, aminek gömbőnek kellett lenni, az gömbőítővel szépen a széleit, hogy a fejszébe bele tudjon menni. Utána tehát méretre, és akkor próbaképen, mert a fejszét mindig úgy kell csinálni, hogy a vastagabb része legyen kint, mert hogyha vágja az ember, hogyha vékonyat teszi be, akkor könnyen kiesik. És így lesz majd beletéve. Egy már ritkaságnak számító népszokást örökít meg a film. A húshagyó kedden tartott asszonyfarsang kezdetén a maskarába öltözött asszonyok tréfás borotválással gyűjtenek pénzt az elkapott férfi áldozatoktól. Ezt követi az esküvői szertartás, este pedig az asszonyok a férfiak kizárásával elmulatják az összegyűjtött pénzt. Farsang végét jelentette, mikor ma mulattak, de az volt az asszonyok farsang, az volt az asszonyoké. Elmentek ide borotválni, maskarakba öltözködtek, ilyen zékbe, mindenféleképpen. Azt akkor elmentek férfiakat borotválni, amit abból összeszedtek pénzt, azt meg a kocsmába elmulattak. Csináltak egy bulit, és oda a férfiaknak nem volt szabad bejönni. Gyakorlatilag ez az asszonyoknak volt a ünnepük. Amióta én emlékszem, azóta mindig volt. Egy nagyon-nagyon régi hagyomon lehetett igaz, és akkor még ezek az asszonyok is, a mieink is, akkor is még megtartottak, és fel tudtak eleveníteni, úgyhogy már akkor nem az a régi igazi út, de azért mégis azt, amit megcsináltak, az követte, vagy fémjelezte az elődeinknek a szokásait. Jaj, de szép tetszik lenni, tessék a tükrünkbe is belepillantani. Jaj, de szép tetszik lenni. Köszönöm szépen, de nagyon segél fudja a rajlónak, nem maradt az orra. Én vőlegény voltam, az egyik unokahúgom mennyasszony volt, meg voltak terhes asszonyok, meg cigányasszonyok, meg mindenféle gatyákban, meg kalapokban. Volt egy harmonikás is volt, aki járt velünk, meg énekelgettünk. Szinte élettel telt meg a falu akkor, olyankor lehetett látni, hogy hát meghallani, érezni, és lehetett az atmoszférát, hogy emberek itt azért élnek és nyüzögnek, mozognak. Az itt volt nálunk a konyhában, Misi, ott van nehetek. Misi, ezt meg ő mondja, búcsúztatott. Ez a Miska, Kóma, Miska bácsi, a búcsúztatót mondja a mennyasszony, búcsúztató. Hát a mennyasszonynak az anyja siratja, megsiratja. Ez a nővérem. No, ott vagyok-e? Az vagyok én. Vőlegény. Akkor még, akkor készült el a házunk. De rég volt ma. Van még Molnárka is. Hát ilyen volt. Itt van, le van mindig. Az embereknek a zöme, a nagyon nagy zöme sajnos nyugdíjas. Azért is baj ez a jövőképet illetően, hogy előregedő a falu. Sajnos fogyunk, nagyon ritkán születnek, és körülbelül 4 vagy 5 család van, aki itt, úgy gondolja, hogy itt próbálja megkeresni a számításait. Pozitív jövőképet azt én mindenképpen abban látnám, hogyha Mátraalmás azt a nyitottságot, amit eddig is próbáltunk közvetíteni akár az elmúlt években, azt a nyitottságot továbbra is fenntartja, és megpróbálja magát olyan vonzóvá tenni, hogy talán olyan emberek, akik a vidék Magyarországát, a hegyvidéknek, a Mátrának ezt a gyönyörű helyét, a Mátra zöld szívét, mint Mátraalmást, hogyha felfedezik, azok az emberek akár a szellemi tőkéjükkel, a jelenlétükkel, a mindennapi tevékenységükkel, hogyha ez nem is állandó jellegű tevékenység, de időnként akár hétvégi háztulajdonosként is, vagy bármilyen kötődésből adódóan ezek az emberek, úgy gondolom, hogy ezek az emberek tudnák Mátraalmásnak ezt a fajta elnéptelenedését, ezt a fajta kilátástalanságát megszüntetni. Lényeg az, hogy ugye abban látom itt a falu jövőjét, hogy ugye a közösséget összefogni, összetartani a közösséget, és valamilyen szinten a turizmust úgymond felfejleszteni. Szeretnénk, hogy minél többen látogassanak, és maradjanak is itt a falunkba. Rengeteg eladóház van, nagyon szép környezet van. Én úgy gondolom, hogy rendesek az emberek, jó itt élni, kicsit nehéz, de jó itt élni. És még hogyha nem is állandó lakosok lesznek, akkor is maradjon meg ez a település jellege. Több mint 10 éve, 11 éve kerültem ide a faluba, egy véletlennek köszönhetően. És akkor megtetszett itt a kis falu, itt a környezet, aztán akkor 10 éve építettem itt ezt a házat, amiben most vagyunk. És hát imádom a kis falut, Mátraalmást, imádom a mátraalmásiakat, és egy 3 éve, vagy kb. 4 éve Peták Pista idős barátom vezette az egyesületet, és akkor vettem át itt ennek az egésznek a vezetését, szervezését, és hát gyakorlatilag az egyesület keretében próbálunk hát a magunk lehetőségei, szerény lehetőségei között Mátraalmásért, az emberekért, meg egyáltalán a településért tenni valamit. Tehát mindent önerőből csinálunk, ugye van egy Mátraalmásért egyesületünk, amiben 4-5 család vesz részt. Mi próbálunk küzdeni Mátraalmás jövőjéért. Pályázunk. A pályázat az úgy szokott megvalósulni, egyszer nyertünk 8 millió forintot, azt mindenki, tehát összegyűjtöttük a faluban a pénzt, mindenki adott X összeget, és akkor mikor megcsináltattuk a munkát, és amikor ugye megjött a pályázati pénz, akkor került mindenkinek visszaosztásra a pénz, mert máshogy nem működött volna. Minden tavasztal, április-május elején virágültetést hirdetünk meg. Vikendesek vannak itt, akik virággal foglalkoznak, ők adományoznak minden egyes tavasszal egy csomó virágot, muskátlit, meg mindent a falunak, és azt ültetjük ki. Füvesítettünk itt mindent, locsolni kell a füvet, még a vízszámlát sem hajlandó az önkormányzat kifizetni. Tehát azt is az egyesületnek a pénzéből fizetjük sokszor. A hamás az rettenetesen magára van hagyatva, tehát abszolút. Ugye nem vagyunk önálló település, ez még nem azt jelenteni egyébként, hogy itt akkor az anyagiakban dúskálna a falu, de az a kevés lehetőség, ami mondjuk ide jutna, akkor az gyakorlatilag mégis ide lenne datálva. Ugye most önkormányzatilag, tehát jogi értelemben mi Szuhának, ugye tőlünk 6 kilométerre lejjebb része vagyunk. Hát innentől kezdve ide gyakorlatilag nem csak, hogy a madársajára egy fillér nem jön ide, tehát a költségvetésnek, ami mondjuk amblok az összfalunak, tehát Szuhának és Mátraalmásnak az együttes költségvetése lenne, abból gyakorlatilag mózsák jutnak. Tehát ami itt a faluban történik, bármilyen tekintetben, az gyakorlatilag mind a szó legklasszikusabb értelmében civil embereknek a abszolút magánkezdeményezése, de ebben minden bele tartozik. Ugye az első ilyen nagyobb dobás az a főtér volt, az 2 részletben készült, és a főtér mellett ugye a kis szabadtéri színpad, azt nem is tudom, mikor 4 éve, vagy mikor hogy csináltuk, az egyesület nyert el egy uniós pályázatot. Aztán ezt most idén kibővítettük ott a faluháznak a környékével, ott is oda és a kerítést eltüntettük. Tehát mondjuk próbáljuk ott a főteret is, hát egy csodálatos adottságuk is valami az ott gyönyörű kilátással, hogy hívják, fölfele, észak felé, a Salgótarján felé, Bátonyterenye felé, ugye onnan indul gyakorlatilag az összes utcácska, átfolyik rajta egy kis patak, és őt mellette készült el a kis szabadtéri színpadunk. Ezt a tervezőnő találta ki, hogy ott a jóisten is annak teremtette 2 kis patak köze, egy ilyen kis amfiteátrum jellegű természetes kialakítás, hát ez is akkor készült. És hát, ha már az van, akkor most már a 4. évadunk volt, minden nyáron tartunk hát egy ilyen kulturális programot. Az első év az gyakorlatilag utána alakult ki a mottoja, a Népek zenéje a sorozatnak a neve, és mindig elhozunk ide, hát magyarországi, vagy amiket el tudunk érni anyagiakban, különböző, tehát autentikus népzenét, olyan zenét, olyan élményt próbálunk az ittenieknek és a környékieknek adni, ami hát mondjuk nem valószínű, hogy beleszaladnának ilyenbe, nem valószínű, hogy kijutnának határokon túlra, és hát rettentő nagy is lett már az érdeklődés, tehát most már kinőttük, ilyen 200-250 ember szokott itt a koncerten lenni, amikor ilyen koncert van. 6-7 ilyen koncertet tartunk egy nyári szakaszban, hát egy szabadtér, máshol nem nagyon lehet. Kicsit túlmegyünk a főtéren, ott van, mi a stadionnak hívjuk, hát egy ilyen kis focipálya, füves focipálya, oda csináltunk most egy ilyen gyönyörű, ilyen fedett szaletlit, tehát ahol le lehet ülni, piknikelni kell, 40 ember le tudott fedetten ülni, parkolni, játszani, tehát az is gyönyörű lett. Akkor gyakorlatilag amit csak lehet így a faluban, tehát ilyen apróságok, kisebb-nagyobb dolgok, azokat mind az Egyesület csinálja. Azt kell mondjam, hogy szó szerint mind, hát 3-4 milliós költségvetésünk van, de az mind adományból és összekapart, innen-onnan pénzből jön össze. Próbáljuk először is azt elérni, hogy Mátraalmást ismerik. Ez már itt a környéken működik a kulturális programnak megfelelően, mert itt még Egerből is szoktak jönni, Bátonyterenyéről, Salgótarjánból, Hatvanból, Gyöngyösről, már lesik, hogy mikor vannak az előadások, és akkor még egyszer mondom, itt egész szép látogatói létszámunk van, tehát gyakorlatilag próbáljuk így terjeszteni, megismertetni azt, hogy Mátraalmás van, és a másik dolog pedig az, hogy olyan áttedd Mátraalmást, hogy mint ahogy én is, ne csak egy-két ilyen őrült legyen, aki ide, hogy mondom, nem feltétlenül ide költözik állandóan, bár olyan is tűnik, hogy lesz már, hanem ide jön, valamit kezd, itt épít, megvesz egy házat, tehát valahogy egy kis friss vérkeringést visz a falu életébe, és hát ugye ezt, ennek a falunak ugye a jövő évvel az, hogy embereket eltartson, tehát állandóan itt lakjanak, az gyakorlatilag csak az idegenforgalom lehet, de hát az egy következő lépcső, mert oda már nagyobb pénzek lennének. Nagyobb pénzek lennének, jó, de hát, hogy mondjam, menjünk a saját apró kis lépéseinkkel, ahogy tudunk. Hát könnyebbség lenne nyilván, hogyha itt akár az, hogyha önálló település lennénk, és akkor valami kis pénz csúrana, csöppenne innen, tehát mint önkormányzati pénz, vagy az önkormányzat segítene, de hát ami van, azzal főzünk, abból élünk, azt csináljuk.